Gyönyörű napfényes nyári napon pünkös napján tartotta meg a Kármen Lovas Sport Egyesület az ezévi lovas nyílt napját. A 2011-ben alakult egyesület ebben az évben is a lovaglás népszerűsítése érdekében szervezte meg rendezvényét. A lovaglás különösen jó hatással van a gyerekek fejlődésére. A ló kedves, szeretetreméltó állat, alkalmas a kommunikációra. Az egyesület lovas torna bemutatói mellett számos látnivaló volt még a nyílt napon. Volt itt ragadozó madár és lovas ijász bemutató is, de a kisebbekre is gondoltak a szervezők, hiszen ugrálóvár és kézműves foglalkozás is várt a fiatalabb korosztályra. A nyílt napra kilátogatott városunk polgármestere Szilágyi Sándor is, aki ezekkel a szavakkal köszöntötte a megjelenteket. A mi nemzetünk az lovas nemzet volt, és ahhoz, hogy a gyermekek a ló szeretetet tovább meg tudnák tanulni, ahol ez az iskola kellett, Kert Szilvia kellett, aki ráadásul nem is tisztaságai születésű. Mindig ez a sors fintora, hogy egy ilyen településen, mint tisztaságai is volt, sajnos a lovak szinte azt mondom, hogy minimálisra csökkentek, és ez az iskola lehetőséget fog biztosítani azoknak a gyermekeknek, akik újra az állatnak a tiszteletét, és főleg a lónak a szeretetét, tiléjét meg fogják tanítani. Tiszacsege város önkormányzata mindent meg fog tenni, lehetőségehez képes, hogy támogatni fogja főleg ezt az iskolai kezdeményezést. Meg fogjuk beszélni Szilviával, és azt tudom ígérni, hogy amilyen lehetőségeink vannak, vagy remélem még keresni fogunk, hogy ez az iskola kinője magát. Már látjuk, hogy nagyon komoly önerőből, nagyon komoly létesítményeket hoztak létre, és azokat a lovakat, amik ők tartanak, látni lehet szemmel, és hogy nagyon jó ápoltak, szépek, és úgy gondolom, hogy a gyermekek itt, amikor ide kijönnek, nagyon jól tanulnak. Én nagyon köszönöm még egyszer neked, Szilvi, és arra kérlek, hogy ha idáig már nem történt meg, mert elég sok emelkedőn kellett átjutnod, és meg elég sok akadályon, többször a lóval együtt is, mindig sikeresen vette, én nagyon jó egészséget kívánok. Tiszacsegén teremtettük meg, vagy teremtettétek meg azt a lehetőséget, hogy a gyermekeink a ló szeretetét megtanulják, illetve a lónak a gondosság, a gondoskodása is, hogy tovább olyan szinten tudjanak ezeket sportolni, hogy komolyabb eredményeket tudjanak elérni. Én még egyszer nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan megjelentek. Bízom benne, hogy jövőre még jobban tudjuk segíteni. Oda fog a Tiszacsege város önkormányzata figyelni pontosan azzal kapcsolatban, hogy az egyeki polgármester kollega is nagyon jó szemmel nézte ezt az iskolát. Példa rá, jelen pillanatban a katolikus egyháznak a rendezvényében lesznek részt, de a kislánya itt van. Én bízom benne, hogy a két település még nagyobb odafigyeléssel fog benneteket támogatni. Én sikeres sportolást kívánok, és azt kívánom neked, hogy minden több gyermek jöjjön ide, és ahogy tőletettől emberséget, tiszteletet a lóvélán tanulhatnak. Még egyszer nagyon köszönöm, és mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. A testmozgás mellett a lóval való kapcsolattartásnak számos kedvező élettani hatása van. A lovon ülve állandóan változik a talaj, a támasz. Ezért izmaink, hogy ne dőljünk ide-oda, folyamatos korrekcióra kényszerülnek. Ez nagymértékben fejleszti az egyensúly érzéket és a koordinációt, szabályozza az izomtónust, fejlődik a test sémánk. A Kármen Lovas Sportegyesület vezetője Ken Szilvia riporterünknek elmondta, miről szól egész pontosan a lovastorna. Lovaglásnak az előszobája, úgy is szokták nevezni a lovastornát. Mi lovastornával kezdjük tanítani a gyerekeket lovagolni, aki már ebben nagyon jól elengedett kézzel üget vágtázik, annak olyan biztonságos ülése alakul ki, amivel a nyerekben lovaglást is nagyon könnyen el tudja sajátítani, és akár bent a lovardába, osztályban lovaglást, majd akár későbbiekben versenysportszerűen akár díjlovaglást, vagy akár díjugratást is elsajátíthatja, és versenyezhet ezekben a szakágokban.
Idén új szolgáltatása a Kármen lovasudvarnak, a képességfejlesztés. Ez pedig tulajdonképpen a gyerekeknek szól, de nem azoknak igazán, akik annyira bátran versenyezni szeretnének, hanem valamilyen gondokkal küzdenek, olvasási gondok, számolási, nehezen beilleszkedő, egyéb zavarokkal küzdködő gyerekeknek. Van két pónink, amit használunk erre, ahol különböző gyakorlatokat tesznek meg a gyerekek lépésben, és gyakorlatokat csinálnak a ló tetején. Ezt majd meg lehet nézni a körkaránba, ez majd a lovasíjász után folyamatosan fog történni, ahol kisebb gyerekeknek kicsi pónira lehet ráülni. Ketten vezetik a pónit, jobban, de egy vezeti, a másik pedig a gyakorlatokat csinálja a gyerekekkel. Aki ott ma dolgozni fog, egy képzett gyógypedagógus, aki segít a gyerekeknek feldolgozni különböző problémákat, akár még talán a mai napon is, de pillanatnyilag ez csak bemutató jellegű. Másik része, amit új szolgáltatása az Egyesületnek, vagy a Lovasudvarnak, az önismereti tréningek. Egyrészt a tréningek, aminek egyik része az önismereti tréning, ahol nem kell lóra ülni, családharmonizáló tréning, és hát végül is üzletembereknek akár önismereti tréning, szintén csapatépítő tréning. Ezekből már csináltunk felmérésszerűen, és nagyon jó eredményeket, nagyon érdekes dolgok derültek ki, akik vállalkoztak erre. Mindenki, aki részt vett ezen, nagyon-nagyon tetszett, és egy kicsit sokkal jobban magára ismert. Ezt is majd szintén a körkaránban meg lehet esetleg majd tapasztalni. A Kármen Lovasport Egyesület bemutatója során látványos mutatványokat láthatott a közönség. A lovastorna kürt Varga Zsuzsanna fogja megkezdeni, aki 18 éves, 9 éve lovagol, gyerekként a gyermekügyességi lovasversenyek aktív résztvevője volt. Ülésváltás befele, illetve kifele gyakorlatot láthatunk. A következő egy mérleg és abból zászló. Egy nagyon szép olló. Való megfordulás, abból egy angyal. Malommal visszafordulás. Egy térdelést láthatunk. Majd következik egy majomállás. Abból egy fóka.
egy igen látványos gyakorlatot láthatunk, bölcső. Igazán nagy egyensúlyérzék, de kell, hogy, vagy kell, hogy egyensúlyérzéke legyen a lovasnak. Egy hercegállás. Egy jó, biztos ülést láthatunk, elengedett kézzel is megy az ügetés. És ügetésben mérleg gyakorlat. Desperado egy kicsit lustácska, de azért megmutatta, hogy vágtázni is tud. Egy nagyon szép gyertya. És egy leugrás. Vidáman pózolnak a Dante nevű szirtisassal a nyílt napra kilátogatók. Tóth Levente solymász madara hazánkban fokozottan védett, eszmei természetvédelmi értéke 500 ezer forint. Testhossza 75-90 cm, szárnyfesz távolsága 190-220 cm, testtömege 3-6 kg. Tollazata barna, a tollak vége szürkés. Amit látsz itt a kezemen, egy szirtisas, egy hím szirtisas van, az ő neve Dante, és ő körülbelül olyan 2 éves, tehát ugye májusi, ezek a madarak általában májusban kelnek, tehát 2 éves. Egy aránylag fiatal madárról van szó. Kiskor óta én nevelem, én tanítottam be, én vadásztam be, úgyhogy ez igazából az elejétől fogva nálam van. Táplálkozik ő, vagy mire vadászik? Alapvetően sassal 3 dologra szoktunk vadászni, nyúlra, rókára, illetve őzre. De attól függetlenül persze a takarmányozás, az a napos csirkétől a csirkefarháton, a marhaszíven keresztül elég változatos. Minél változatosabb kaját tudunk neki adni, annál egészségesebb madarunk lesz. Ez a sapka ez több célt is szolgál. Az egyik dolog, amiért most rajta van, hogy a legfőbb érzékszervét, a látását ezzel idéglenesen elveszíti, így egy sokkal nyugodtabb lelki állapotba kerül a madár. A másik az viszont a vadászat miatt kell, hogy én tudjam kontrollálni, hogy mikor, melyik vadra engedem rá. A programok azonban még nem értek véget. Tarz Zoltán lovas íjász tartott látványos bemutatót, ezután voltak, akik a kirakodó vásárban nézelődtek, a kisebbek pedig kézműveskedtek, vagy a lovakkal ismerkedtek a képességfejlesztő körkaránban.
Az Egyesület ebben az évben is megtartja napközi lovastáborát, ahová mindenkit várnak, aki kicsit meg akar ismerkedni a lovaglással, a lovakkal. Szórólapok vannak a bejáratnál, meg egyébként más helyeken is reklámoztuk az idei táborunkat. Napközis tábor már június 25-től kezdődik, napközis tábor és augusztus végéig, hát majd igény szerint. Akinek esetleg itt alvása van lehetősége, az is megoldható, nem itt ezen a telepen, hanem a lovaglás után, 4 óra, 5 óra után, bent a faluban, egy panzióban tudunk erre sort keríteni. Egyébként a táborozások reggel 1 óra lovaglással indulnak, délután pedig különböző képességfejlesztés, lóval kapcsolatos foglalatosságok, szerszámok ismerete, tehát minden, ami ló a délelőtt is és délután is, tehát abszolút lovastábor.